csodálatos diákot. Szeretettel köszöntök minden kislátatos pedagógust. Azokat, akik gondolnak, azokat, akik nyugdíjasok, már pedig nagyon örülünk, hogy eljöttél közé. Szeretettel köszöntöm a szülőket is, Árikán én is. Megkérem a pedagógusokat is, hogy ha tudnak, akik tudnak a helyet. És én úgy tudom, hogy volt egy feladat, hogy hozni kellett mindenkinek valakot. Látom, hogy mindenkinek a fején van valami, egy-két kívül benne azok az emberek dolgoznak. Valószínűleg valami olyan feladatot teljesítenek, amihez lehet, hogy nem olyan célszerű valamot oldani. Na most kipróbáljuk, hogy ez a falam működik-e. Mert ez a falam, ez a tornás elejű. Tornás eleje van. Figyelj! Szoktam azt mondani, hogy jó napot! Tudtok köszönni nekem, hogy jó napot, és én meg utasításokat adok a kalaphoz. Tehát megjaváljátok nekem, hogy jó napot, és én mindig mondok valamit, hogy mit kell vele csinálni, jó? Na, akkor, amikor felemelem a kezem, akkor neked köszönötök kell nekem, jó? Jó napot tart! Jó napot! Vegye le a kalaphoz! Akkor mindenki
nagyon elemében volt, és ébren voltatok. Aztán, amikor énekeltük, akkor nem hallottam annyira, hogy ébren vagyunk. De a mai nap folyamán biztosan mindenki nagyon jól fogja érezni magát. Most az a kalap, ami az én fejemen van, képzeljétek el, az szintén egy határtalanul program keretében került az én fejemre, amikor a gyerekekkel, biztos tudjátok, hogy a hetedikesekkel el szoktunk utazni Erdélybe. Hallottatok már róla, igaz? Igen. Na hát egy ilyen alkalommal rendkívül meleg volt, tűzött a nap, és akkor kellett valamit keresnem a fejembe, és ezt ott vettem ki Erdélyben, a határtalanul program alkalmával. Úgyhogy ez nekünk nagyon kedves emlék, aki volt már ott, az pontosan tudja, hogy miről beszélek. És remélem, hogy nektek is lesz alkalmatok majd egyszer oda eljutni velünk együtt, és hozhatok alapot is. Na, akkor az egyik ilyen programunk, ami ilyen közösségformáló programunk már évek óta, ez a Bálint Valentin napi kavalkád. Napok óta készültetek erre az alkalomra, rengeteg versenyen vettetek részt, a tegnapi napon kiosztásra kerültek a jutalmak, és a mai nap is folytatódik ez a kavalkád. Ennek a mostani Bálint Valentin napi kavalkádnak volt egy mottója. Tudjátok-e, hogy mi? Nem hallottuk, hamosabban. Hú, de ügyesek vagytok, igen, azért van, aki figyelt, ezért is énekeltétek ezt a dalt, hogy négy, aki vagy. És hoztam nektek egy mesét, amit el szeretnék mondani. Ez volt, ez a mese, amit elolvastunk, és most nektek is el fogom olvasni, egy nagyon rövid mese, ami arra tudított belőket, hogy ezt a mottót választjuk az idén. Figyelj csak! Hallgass! Egyszer a király sétára indult a királyi kertben. Nyomasztó látvány tárult elé. Elmazó virágok, fonnyadó bokrok, kiszáradt forhadt fák. Mikor megkérdezte a növényeket, hogy mi a baj, a tölgy azt mondta: elszáradtam, mert nem tudok olyan magasra nőni, mint a fenyő. A fenyő azt válaszolta: korhadok, mert soha nem fogok szőlőt teremni, mint a szőlővessző. A szőlő pedig így felel: megfonnyoztam, mert soha nem tudnék úgy virágba borulni, mint a rúzsabokor. A király egyetlen egy élettel teli, viruló, virágzó növény talált a kertben. Ez a virág az árvácska volt. Így szólt az árvácska: amikor elültettél, árvácskát akartál. Ha tölgyet akartál volna, tölgyet ültettél volna. Ha szőlőt, akkor szőlőtőkét. Ha rózsát, akkor rózsabokra. Azt gondoltam, mivel úgysem lehetek más, hát azzá leszek, ami vagyok. Legjobb tudásom szerint. Állványcska. Arról szólt, hogy bátran vállaljuk azt, aminek születtünk, akik vagyunk, legyünk olyanok, amilyenek vagyunk. Vállaljuk nyugodtan és bátran magunkat. És most is vállaltunk, mindenki megtalálta a magához élő alapot. Én nagyon sok világpercet kívánok a mai napra nektek, és kívánom, hogy érezzétek jól magatokat. Remélem, hogy a nap végén ugyanilyen világharcokat fogunk látni, mint amilyeneket most reggel. Jó szórakozást kívánok kollégáinknak és nektek gyerekek! Nagy tapsot Mancsika nénének! Hét van utánunk már, ugye? Kezdődött a kis bálintos készülő is azzal, hogy diák igazgatót választottunk. Volt két nagyszerű jelöltünk, azokból ugye egy páros választottunk meg. De az a hat páros diák közülünk, akik
egyszerű ötleteket adtak a mi kisbánatos iskolai életünkhöz. Gyertek bátran ki, gyorsan így csodálkozzatok, és most őket jutalmazunk be. Én gyorsan azt gondoltam, hogy Mancsika nénit és Zsuzsika nénit megkérem, hogy nekik személyesen címzett emléklapot egy kisbálintos tollal adják át, és addig, amíg átadják az emléklapokat és tollakat, gyorsan énekeljük el nekik azt, hogy ha jó a kedved, üsd a tenyered, ha jó a kedved, üsd a tenyered, ha összük van és jó a kedved másoknak is, utasd ezt meg, jó a kedved, üsd a tenyered, ha jó a kedved, üsd a térdedet, ha jó a kedved, üsd a térdedet, ha összük van és jó a kedved másoknak is, mutasd ezt meg, jó a kedved, üsd a térdedet. Ha jó a kedved, emeld a kalapod, ha jó a kedved, emeld a kalapod, ha összük van és jó a kedved másoknak is, mutasd ezt meg, jó a kedved, emeld a kalapod. Ha jó a kedved, csináld mint velük, kalap, kalap. Ha jó a kedved, csináld mind velünk, kapcsán, sérkép, kalap, kalap. Ha köztünk van és jó a kedved, másoknak is mutasd ezt meg, jó a kedved, csináld mind velünk, kalap, kalap. És egy nagy tapsot, aki átadott a kérdéseket. Közben, hogy mindenki hallja, tehát a harmadik évből Csenge és Nóri, az A-ből Nóra, Adri, Leli és Zsombor, a B-ből Csanár és Luca, a C-ből pedig Flóra és Réka voltak azok, akik kampányoltak. Majd megjöttek itt, mert még feladatok lesz, és a jelölteknek pedig azt kérem, hogy csücsüljenek helye a helyükre, jó? Köszönöm szépen! És akkor ők voltak ugye azok, akiket néztünk, figyeltünk, de volt egy páros, amiket megválasztottak a diák vezetőnek. Hát én szólítom ezt a páros, akik már nagyon sok ötlettel láttak elő, és sok feladatot adtak nektek. Köszöntsük akkor a soraink között Erdélyi Pétert és Tóth Marvint, a harmadik pátorjáknak. Nagyon meggyőző és nagyon ügyes voltál. Én ahányszor itt voltam és hallottalak, akkor
akkor azt láttam, hogy nagyon ügyes vagy, így aztán szívesen adom át neked a kulcsot és a hatalmat erre a mai napra. Jó munkát kívánok! És akkor megkérem Zsuzsika néni, igazgató helyettes néninket, hogy Malvinnak kösse föl a tüzetből a szalagot a vállára, tehát Malvin 14. Páros Valentin a fiát, igazgató helyettes. De hogy ez vajon mit nyithat, Zsuzsika néni? Természetesen, ez a Hősök úti épületnek a kulcsa. Ugye mi itt vagyunk, és akkor te ennek vagy a felelőse. Jó, úgyhogy nagy szeretettel adom át, és én is nagyon örülök, hogy figyeltünk, és nagyon jó. Nem baj, ugye? Egyébként
enélkül is csak a jót látom a gyerekekben, nyugodtak lehetnek. De vissza fogom venni, feltétlenül. Igen, ő komolyabb ajándékra gondolta, emlékeztetően, hogy itt voltak ezen a napon is, hogy diákvezetők voltak. Ez egy varázslat, mert hogyha bizonyos dolgokat megteszel, akkor itt a képben pillangó fognak repkedni neked, úgyhogy bizony, ez ilyen. Jó, meg fogjuk nézni a használati útmutatót hozzá. És akkor eljött az a pillanat, amikor még megkérjük Macska néni, hogy maradjon Zsuzsika nénivel, mert tudjátok, kisvárunk most okoskodás nélkül. Mi kisdiákok az igazgató néninek, a nagydiákok pedig a Gyomendrőd város polgármesterének és a Klébezben intézménynek a vezetőjének. Mi most szeretnénk átadni ezt a okoskodást, és úgy döntöttek Petiék és Martin, hogy csak részleteket fognak belőle felolvasni, mert majd a honlapon megláthatjátok, hogy milyen okos dolgokat írtatok, és nagyon örülnek, mert újszerűen mondatok jelentek meg benne. Nézzük, hogy hogyan szól a kisvárosi okoskodás. Isten tudok a fújni. A 14. bármi valentinnapig a halkát és a kormányi felvonulás alkalmában szeretettel köszöntjük a Gyomendrőd kisvárosi általános iskola igazgatóját és dolgozóit. Diákigazgató választásunkon során a kisdiákoknál 14 diákigazgató és helyettesen a nagydiákoknál 2 diákigazgató és 1 diákigazgató helyettes versenyzet egy héten keresztül. Diákvezetőink kérése valamennyi osztályközösség megfogalmazta, hogy mi szeretnek az iskolában, mi az, amit változtatnak, vagy amit kérdőnek. És akkor most egy nagy feladatot kapok, mert tudom, hogy több dolgot húztatok alá, de az idő telik, repül. Ezért most Peti is két osztálynak a mondatát olvashatod el, hogy mi az, amire ők büszkék. Gyorsan válaszolj 2 mondatot. Megvan? Igen. Rögtön azért, jó? Nagyon szeretjük, ha játszunk az útvaron, és kedveljük a kézműves kreatív órákat. Az a legjobb nekünk, hogy testemegy és órán úszhatunk. Ez volt az egyik, és egy másikat légy szíves. Megmondok 2? Jó, végzett vele. És akkor nézzük, hogy nagy diákok sorából Magdi mit választol. Mit szeretünk itt van? Jó lesz ez, és csak ez az oldal. Még a szeretünkben azt mondja, hogy a tanárok igyekeznek nem unalmas órákat tartani. Szeretjük a kisvári napokat. Nagyon jó, hallod a Macskani? Nem unalmas órák, ez szuper. Nézzük, hogy mit kérnek a kisdiákok és a nagydiákok. Én azt gondolom, hogy ebből is 2 mondatot. Jó, Peti, kezdett? Ez a mit szeretünk iskolában? Hát igen, ez a sok papír, ez a mai kornak a nehézsége, de én lapozom. Azt mondja, hogy mit is szeretnénk, hogy iskolánkban legyen. Na, 2 alábbító mondatot. Szeretnénk egy bűfőlapomatát és egy tanulófáját. De szeretnénk egy fedett kerékpárt a tárgyalat. Így van. Ez már nagyon indok a kérik a gyereknek, hogy legyen fedett kerékpárt tárgyalat. Nézzük majd, hogy a nagy diákok mit kérne. Itt vagyunk, ugye? Szeretnék az iskolában egy korszerű, a 21. század elvárásainak megfelelő játékokkal felszerelt iskolaukat. Egy iskola büfét és tanulás segítő okos eszközöket szeretnék. Nagyon szép dolgokat kértek a diákok, hát igazgató néni, remélem, hogy tudsz segíteni ebben nekünk. Fogad szeretettel a kisbálintos okoskodásokat, megfogjátok a mappát, a lila színű mappát, segítek nektek, de itt van a sok segítség, így van, és nyújtsátok át az igazgató néninek a kisbálintos okoskodásokat. Mondok szépen oda, bátran.
úgy, mint. És reméljük, hogy ezt a szép mondatot meghallgatásra találnak. Egy tapsot gyorsan! Köszönöm szépen, Peti és Magi, leülhettek egy kicsit pihenni, mert látom, elfáradtatok. Egy picit elkalandozunk más vizekre, méghozzá az ajándékozásra, de az ajándékozásnak is egy nagyon szép példájára. Megkérem Kovácsné Szabó Máriát, Marika néni, hogy jöjjön ide ki, és segítkezzen nekünk abban, hogy egy nagyon szép dolgot leteszünk le. Átosan van szó. Köszönöm szépen, szervusztok, és Bálint a diákok. Szép napot kívánok! Már nem reggel van, hanem napon. No, azt mondják, hogy a gyerekek általában jó megfigyelők. Így gondoljátok? Igen! Akkor azt szeretném tőledek megkérdezni most, hogy mi az az újdonság az aulában, amit felfedeztetek? Hát vannak itt ezek a levegőben. Előbb kisebbeket szeretnék. Itt vannak egy néhány hete, és most függönnyel takartuk el őket. Mit gondoltok, hogy mit rejthetnek a függönyök? Mit takarhatnak el a függönyök? Honnan gondolod? Miből gondolod? Elmondták. Akkor jó témeitek voltak. De van egy másik is. Lehet behozni könyveket, vagy cserélni, és onnan el. Hát akkor nektek nagyon nagy segítségetek volt, mert már most lelepleztétek, amit én szerettem volna mondani. Valóban ez a meglepi tanítónénit hoztunk be nektek elsősorban mesekönyveket, de verseket is, de előtte szeretném megkérdezni, hogy ki az, aki egyáltalán hallott anyától, testvértől, nagymamától mesét. Kinek meséltek? Hát én azt hittem, hogy mindenki észtönt ezt a levegővel. Hát vannak, akik ezek szerint nem hallottak elég sok mesét. Hát most fölkínáljuk nektek ezt a lehetőséget, és szeretném az igazgató bácsit megkérni, hogy legyen segítségemre leleplezni az egyik polcunkat, ami a könyveket tartalmazza. Hogy a
nagyon miért jó. Miért szeretünk mesét hallgatni, vagy olvasni ne talán? Jó, meghallgatjuk. Azt mondja, hogy meg felébresztik a képzeletünket. Oké, elfogadom, Feti. Mert nyugtató. Igen. A mesében jó és gonosz csak ugye össze. Olyan mese nincs, amiben nincs gonosz. És a megoldásképpen mindenkor győz a jó. Igaz? Ettől mes a mese, hogy a jó mindig elnyeri a jutalmát. No, ott fejeztem be, és akkor folytatnám, hogy örökbe adott könyveket úgy viheted el, ha hozol helyett egy másikat. Természetesen jó állapotban lévő strapabíró könyvet hozzám, amit elültek az osztály főnököknek légy szíves megmutatni, aki jóvá hagyja, és rendszeresítünk egy füzetet, amiben fölvezetjük, hogy mikor, milyen könyvet vittél el, mit hozol helyette, és az itt bent lévő ügyeletes tanítónéni fogja lebonyolítani a cseréket. Jó? És akkor a másik volt, vajon mit rájött, mit mondhatok? Játékot. Jó, megkérem Malvit, húzom az inhalt könyvet, hogy jelenlepedjük be a másik pontot is. Akkor használjatok, amikor rossz idő van, ide beszorulunk az aulába, hogy egy kicsit azért értelmesebben töltsétek el az időt. Tehát lehet, hogy van közte ismerős. Mi az, aki tud gominózni? És aki nem, majd megtanulja. És sok-sok kártya, memóriakártya többek között, amivel kislányok és kisfiúk is tudnak játszani. Kérésünk természetesen az, hogy minél tovább őrizzük meg ezeket a játékokat, és a könyvcsere az már holnaptól indulhat. Természetesen megnézhetitek a könyveket, de azt kérjük, hogy legyetek szívesek még most visszatenni a polcokra. Jó? És végül és nem utolsó sorban szeretném megköszönni Várkai Zsolt apukának ezeket a polcokat, és kérem szépen a családból valakit, akinek egy nagyon szép könyvet és emléklapot szeretnék átadni. Gratulálok! Tehát akkor
ajtót, a bemutató ajtót, és egy számtalan ajtót, gyertek jelöltek, és egy kulcsot tudják megköszönni ezt a sok-sok ajtó nyitogatást, amivel gazdagítottátok őket. Tapsoljuk meg a pedagógusainknak, Thank you.